Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Emléknap. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett találkozót Pipó Ferenc. Tiszteletadás. 17 embert mentett ki a romok közül a Hunor mentőszervezet csapata Törökországban február elején. Haltelepítés. A gazdasági válság miatt idén rendhagyó módon még a tavasz beköszönte, és árak további emelkedése előtt érkeztek halak az Omsk-tóba. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2001 óta február 25-e. Ebből az alkalomból szervezett találkozót a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárba, köztünk élő tanúk címmel Pipó Ferenc könyvtáros. A díszterem megtelt az egykori túlélőkkel, leszármazottaikkal és hozzátartozóikkal, a téma iránt érdeklődő ifjúsággal, emlékezőkkel. Az eseményen részt vett a 90 éves dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes tanár, aki 1947-48-ban munkaszolgálatos volt, valamint előadást tartott a 80 esztendős Bányász Ákos, a magyarországi első katolikus ifjúsági mozgalom, a Regnum Marianum képviselője is. Mencer Erzsébet egykori fideszes országgyűlési képviselő beszéde előtt személyes családi érintettségéről számolt be stábunknak. Mindkét szülőm politikai elődeként volt Szibériában, a Gulagrab telepein. Édesapám a legkegyetlenebb táborban, Kolimán, anyukám meg Vorkután, mind a kettőt koholt vádakkal vitték el. Az anyukám 44 őszétől már politikai elítéltként járta a Gulagrab telepeit, apukámat még 45 januárjában vitték el koholt vádak alapján, semmit nem követtek el, tehát kellett a létszám, és ki kellett írtani az értelmiséget Magyarországról. Az egykori országgyűlési képviselő édesapja és édesanyja 1953-ban jött haza a közel 10 éves munkaszolgálatból. Mencer Erzsébetet arról kérdeztük, a szülei hogyan tudták túlélni a gulág megpróbáltatásait, mit tudtak átadni ezekből a szörnyű élettapasztalatokból a lányuknak. Kellett egy genetika, és kellett egy olyan identitástudat, egy olyan hazaszeretet, egy olyan családszeretet, ami mind a kettejükben benne volt, hogy nekem ezt túl kell élni, és haza kell menni. Aki nem talált ki magának valami túlélési technikát, az édesapám például verseket szavalt magában, az anyukám pedig énekelt magyar népdalokat. Valami nagyon egyszerű dologgal, de ki kellett alakítani egy olyan technikát, amivel ezt túl lehet élni. És természetesen segítették egymást, a magyarok kint is. Kevesen voltak mindig egy-egy táborban, meg költöztették őket, nehogy túlságosan összemelegedjenek, de kellett egy őrült vágy, hogy nem akarok idegen földön meghalni. Mencer Gusztáv, egykori politikai fogoly 1989-ben életre hívta, és 2011-es haláláig elnöke is volt a Szórakésznek. A szervezet megalakításának kezdeteire így emlékszik vissza Mencer Erzsébet. Amikor az apukám kitalálta, hogy megkeresi a saját sorstársait, és alakítsunk szervezetet, akkor nekem az volt a feladatom, hogy egy listával álljak a budai vigadó bejáratánál, és mindenkitől kérdezzem meg, hogy kicsoda, kezdjem el kipipálgatni. És jöttek velem szembe ismerős arcok. És nem tudtam, hogy honnan ismerem őket. És kiderült, hogy hát ők jártak nálunk gyerekkorunkban, vendégségben, és emlékeztek ránk. És amikor mit tudom, 10.-20. ember már mondta, hogy hát Szösziket, te vagy Szösziket, én nagyon hasonlítok az édesanyámra. És mondták, hogy hát te nem lehetsz, mert ahhoz nagyon fiatal vagy, de hát akkor te a lánya lehetsz. És kiderült, hogy ők jobban ismerik a saját édesanyámat, mint én saját magam, aki gyerekkoromban veszítettem el, és akkor mondtam apámnak, hogy hagyjuk ezt a papírt, hogy ki mehet be, ki nem mehet be, hát nem fog ide jönni senki se, aki egyébként nem a ti társatok volt. A Szórakész tematikus emléknapokkal kívánta leróni tiszteletét a kommunizmus áldozatai előtt. Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját azt ő álmodta meg 2000-ben, de hát ő nem volt parlamenti képviselő, úgyhogy Pokorni Zoltán országgyűlési
egyesülési képviselő terjesztette be végül is a parlamentnek 2001-ben, és így fogadták el, de hát az apu volt a kezdeményezője. És 10 évvel később, pedig én parlamenti képviselőként álmodtam meg november 25-ét, a Szovjetunióba hurcoltak emléknapját, és azt én saját magam nyújtottam be, és vittem végig a törvénytervezetet a parlamenten. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján múlt szombaton azért állt ki a közönség elé az egykori országgyűlési képviselő, hogy az aktuális világpolitikai és gazdasági helyzetet is szem előtt tartva emlékeztessen a diktatórikus rendszer okozta tragédiákra. Az emléknap az nem csak azért hívódik életre, vagy szavazza meg a parlament, hogy akkor kipipáljunk, aztán legyen még egy a nagyon sok között, hanem az a 40-45 év, amíg itt agyon hallgatták a valós magyar történelmet, sőt, hát 100 évre visszamenőleg is meghamisították, azt valahogy el kell tudni mondani az embereknek, és emlékeztetni kell a múlt bűneire, az áldozatokat tisztességgel el kell tudni temetni és emlékezni róluk, emlékezni és emlékeztetni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor így is Gyula mondta nagyon szépen, hogy ha nem tudjuk a múltat lezárni és kibeszélni magunkból, feldolgozni, akkor itt fog kopogtatni az ajtónkon, és visszajár a történelem. A korábban Budakalászon élő Kiszeli Károly egykori politikai fogó is előadást tartott az egybegyűlteknek személyes tapasztalatairól. A rendezvény elején arra kértük, idézze fel a Baracskán töltött éveket. A 70-es években barátaimat börtönbe csukták, a Okácot is ismertem, a Bányász Ákost, akit megvertek a politikai rendőrségre, engem is bevittek, próbáltak kipréselni valamit, hogy papok beszéltek rá, hogy ne lépjek be a tűzbe. És akkor behívtak katonának, és úgy gondoltam, hogy én ezt a rendszert nem szolgálom fegyverrel. És ennek még a mai napig is azt hiszem van tanulsága, hogy az önvédelmet én sose tagadtam, csak tényleg önvédeleme az, amire azt mondják, hogy önvédelem. És akkor ebből indultam ki, 33 hónapot kaptam, amit le is kellett töltenem, de szerencsém volt, a őrök is tiszteltek, a rabok is tiszteltek, egy pofont nem kaptam, és a cigányokkal is összebarátkoztam, és cigányul tanultam, és ez nagyon tetszett nekik, és lelkesen tanítottak, és őszintén mondom, olyan cigány úri emberekkel ismerkedtem meg a szónak a legnemesebb értelmében, hogy keresve se lehet találni olyat, mint ott a börtönben találtam. És az volt nagy tanulság, hogy olyan emberekkel találkoztam össze, akikkel különben nem, és ez nagyon jó volt. Büntetett előéletűként Kiszeli Károlynak a későbbiekben korlátozottak voltak a lehetőségei. Ezekre az időkre így emlékszik vissza. Egy földmérő mérnök volt iskolatársam, vett oda segédföldmérőnek, és úgy dolgoztam később. Szennyvízkezelő lettem, és levelező tagozaton a teológiát elvégeztem, egy Nyíri Tamásék visszacsempésztek engem, mert nappali tagozatos civil hallgató voltam, de onnan kénytelenek voltak kitenni állami nyomásra, de ő a levelező tagozatra visszacsempészett. Az egykori politikai fogoly beszédében a jövő felé fordult. Kiszeli Károly szerint mindannyian a kommunizmus áldozatai vagyunk, ezért közös a felelősségünk, hogy ilyen csapdába még egyszer ne essen bele a társadalom. 17 embert mentett ki a romok közül a Hunor mentő szervezet csapata Törökországban február elején a földrengés sújtotta területeken. A magyar mentőalakulat 6 napon át segítette a helyi erők munkáját. Az akcióban a Szentendre hivatásos tűzoltó parancsnokság 2 tagja, Moldován András és Horváth Gergely is részt vett. Február 6-án pusztító földrengés rázta meg Törökország déli és Szíria északi részét. A Richter skála szerinti 7,8-es erősségű földmozgás épületek tömegét rombolta le a hajnali órákban, ezreket a romokba zárva. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának Hunor hivatásos kutatómentő szervezete még aznap útnak indult Törökországba, hogy segítsen a bajba jutottakon. A Hunor az 2012-ben alakult,
ugye ez egy insalag irányelv, az ENSZ szabályozza ezt. Itt ilyen 150-200 főről beszélünk alapvetően, nem mindenki megy ki egy-egy káreset, ez egy túriasztás van, de mindenkit kiképzünk arra, hogy alkalmas legyen. Több komponensből áll egyébként a Hunor, itt van a törzsirányítás, a logisztika, az IT, itt beszélünk az alegységekről, az alámegtámasztó csapatról, alpírról, vízimentőkről, és ebből egy óriási csapat alakul ki, akinek mindenhol megvan a szerepe, és együtt dolgozunk, és együtt vagyunk hatékonyak. Hogy én hogyan kerültem bele, én már 4 éve tűzoltó voltam, amikor sikerült bekerülnem, talán én voltam a legfiatalabb a csapatban, és én is műszaki mentőként kezdtem, ott voltak a kiképzések, olyan jellegű kiképzések voltak, utána alpinista lettem, majd alámegtámasztó, és jelenleg a műveleti tiszte szerepet töltöm be. A Hunor egy speciális helyzetekben bevethető mentőegység. Feladata a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező mentési munkák ellátása, az elsőként beavatkozók megerősítése. Működését külföldi katasztrófa esetén 48 órán belül képes megkezdeni. A törökországi mentésben részt vett Moldován András tűzoltó százados, tűzoltó parancsnok helyettes, valamint Horváth Gergely tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltó a Szentendre hivatásos tűzoltó parancsnokságtól. Van egy protokollunk, ami ki van építve, hogy ilyenkor mit, hogyan kell csinálni. Ez ugye van egy magas szintű koordináció az ENSZ szintjén, de van egy helyi koordináció is, ami azt jelenti, hogy ha megtörténik a felajánlás, az elfogadás, akkor a beavatkozó állományt azt kiértesítik, elmegyünk az állomás helyünkre, a bázisunkra, és onnantól következő protokoll lép életbe, amikor szűréseket, egészségügyi, pszichológiai szűréseket végeznek, szolgálati útlevél, oltási könyvek elővétele, megléte, illetve a felszerelés összepakolása, mindenkinek minden megvan, akkor jönnek az eszközök, és utána rajt, és mehetünk vagy a repülőre, vagy gépjárművel a helyszínre. Úgy tud az ember a legbiztonságosabban és a legjobb, leghatékonyabban beavatkozni, hogyha otthon minden rendben van, a családban minden rendben van. Ugye ez 11 éve fönnáll már, és nekem is a cuccaim úgy vannak összepakolva otthon, hogy rajtra kész bármikor, mert ez bármikor bekövetkezhet, de ugye itt van mondjuk egy lakásbiztosítás, életbiztosítás, a gyerekkel minden rendben, a kocsi meg van tankolva. Ezeket ugye a feleségemmel gyorsan 10 másodpercben lebeszéltük. Volt egy vésztartalék, édesapám, őt is felhívtam, hogy mit hol talál, ha bármi baj történik velem. Ezeket az ember gyorsan-gyorsan elintézte, és utána tette a dolgát. A Hunor az évek során több külföldi katasztrófánál segítette a mentést. Dolgoztak többi között Azerbajdzsánban, Olaszországban, valamint a Costa Concordia hajó szerencsétlenségnél is. Törökország földrengés sújtotta területein 6 nap alatt 17 ember életet, köztük 3 gyermek életét mentették meg. Én nem tudom külön választani, tehát én nem voltam ott egy-egy sérült kiementésnél, én az egészet láttam, az összes történetet láttam, mivel a művelet voltam. Én nem láttam a gyerekeket éppen, vagy éppen a felnőtteket, akik kimentettek. Az összes sztorit tudom, engem mindegyik megérintett, és nyilván a helyén kezelem a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy a fizikai dolgokat ki lehet pihenni, vagy be lehet állítani, vagy lehet rá tréningezni. A lelki dolgok viszont sokkal nehezebbek, sokkal mélyebbek, sokkal elmélyültebb dolgok. Én még most is dolgozom fel, próbálom kipihenni, próbálom kibeszélni ezeket a dolgokat, nagyon sokan támogatnak, de a lelki az mindig egy hosszabb út, igen. És az a fajta köszönet és hála, amit most itt kaptok, nem csak ugye a magyaroktól, hanem azért külföldről is érkezik a sok hála és köszönet, az hogyan ér téged személy szerint? Nekem nagyon jól esik, és a csapatnak is nagyon jól esik, és próbáljuk azt hangsúlyozni, hogy ne egyént emeljünk ki, aki oda tette magát, hanem a csapat tette magát oda, és ebből erőt merítünk, és azt mondjuk, hogy igen, köszönjük szépen, de megyünk tovább, csináljuk, és ezt a támogatást ezt felhasználjuk arra, hogy több erőt merítsünk. Horváth Gergely biztonsági tiszti beosztásban tevékenykedik a Hunornál. Február 6-án, hétfőn éppen szolgálatban volt, amikor értesítették, hogy Törökországba kell mennie a csapattal. 9 éve vagyok tűzoltó, és nagyjából 2 év után tudtam csatlakozni a Hunorhoz. Eleve úgy szeretem föl tűzoltónak, hogy én már olvastam, meg láttam interneten, hogy van ez a Hunor, és nagyon szimpatikus volt az a munka, amit esetleg végezni fognak, vagy végeznek. Úgyhogy én tudtam, hogy ennek a csapatnak szeretnék a tagja lenni. Jelentkeztem, és szerencsére sikerült is bekerülnem. Első körben a felderítést a kutyák végzik, és amint mondtam, nagyon bizakodók voltunk, mert amikor megérkeztünk, akkor a kutyák nagyon sok élő embert jeleztek, és ebből kellett választanunk. Ilyenkor
Azt, hogy minek áll neki az ember, ez nagyon sok tényezős, úgyhogy ezt most így nem is részletezném. És akkor nekiálltunk kiesni egy embert, aki a lépcsőházban rekedt, a lépcsőtagok alatt. És ez egy nagyon hosszadalmas munka lett végül, és több órán keresztül küzdöttünk, de úgy tudom, hogy végül életben maradt. A végén már munkagépeket is be kellett vonni a mentésbe, hogy sikerüljön leemelni róla azokat a lépcsőtagokat. De nagyon szerencsés pozícióval volt, mert valahogy sikerült egy üregbe így meghúzódnia. Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata február 6-a és 12-e között a nap 24 órájában végezte a mentést. Megérkezésük után a helyi katasztrófavédelem kijelölte számukra azt a területet, ahol dolgozniuk kellett. Egy 150 méter hosszú, 25 méter széles, 12 emeletes épület romjai között kezdték meg a mentőkutyáikkal a túlélők keresését. Az első földrengés hajnalban történt, így sokan tartózkodtak a lakóházban. Közel 1000 eltűnt emberről számoltak be azon a területen, ahol a magyarok mentettek. A művelet során sok holttestre is bukkantak. Na, nem is hétköznapi, de találkozunk ilyenekkel a mindennapi munkánk során. Jelen esetben ugye rengeteg halottal kellett számolni, és amint mondtam, itt nem is a holttestekkel volt a probléma, hanem inkább az élőkkel, a hozzátartozókkal, amikor utólag kommunikálni kellett velük. Sajnos igen, ez nagyon sok holttesttel járt ez a földrengés, úgyhogy sokat láttunk belőle. Hogyan tudtál az itthoni családtagokkal kommunikálni, mennyire volt erre lehetőséged? Az elején szinte egyáltalán nem, és utána pedig kezdett helyreállni a kommunikációs rendszer. Egyébként az SMS az egész jól működött, nekem internetem az nem nagyon volt végig, és úgyhogy SMS-ben főleg. A magyar alakulat két csapatban 8 órás váltásokban dolgozott. Az ilyen jellegű katasztrófáknál az idővel harcolnak a kutatómentők. Minden eltelt órával csökken a túlélők megtalálásának esélye. Az akciót a folyamatos utórengések is nehezítették. Volt, hogy akár napi 2-3 földmozgást is tapasztaltak. Számomra ez volt az első ilyen éles bevetés. Eddig főleg gyakorlatokon voltunk, illetve képzéseken, de ez volt az igazi első megmérettetés, ahol szerintem egészen jól szerepeltünk. Hogyha újra kapnátok egy riasztást, de személy szerint elindulnál-e, vagy milyen ellennel vágnál bele ennek a kiküldetésnek újra? Természetesen elindulnék, és hasonló ugyanakkor a lelkesedéssel. Számodra mit jelentett ez a hazai fogadtatás, hogy tényleg elismert ugye a katasztrófavédelem is, itt Szentendrén is azért köszöntöttek titeket pont tegnap. Ez mit jelent számodra, vagy mit ad neked ez a mostani sok elismerés? Én örülök neki, hogy büszkék lehetnek ránk, és azt hiszem rászolgáltunk, szóval igazából csak örülök neki. Törökországban 17 ember köszönheti életét a Hunor magyar mentőcsapat kitartó munkájának. A TV Budakalász stábja ezúton is gratulál a hőstettekhez, a két szentendrei tűzoltónak. A gazdasági válság miatt idén rendhagyó módon még a tavasz beköszönte és árak további emelkedés előtt szervezte meg a haltelepítést az Omsktóba az Óbudakalász Horgász Egyesület. A nagy mennyiségű halszállítmány ez alkalommal is Tiszafüredről érkezett. Minden bevételét halvásárlásra fordította idén februárban az Óbuda Kalász Horgász Egyesület, hogy még a drágulás előtt el tudják végezni a megfelelő mennyiségű hal telepítését az Omsktóba. A minőség megtartása érdekében 8 éve ugyanabból a tenyészetből hozatja a halakat az Egyesület. Rendhagyó annyiban ez a szállítási mód, illetve szállítás mennyiség, mert tehát 20-30-40%-os haláremelés lesz különben, vagyis már van. Na most a régi ismerettségünkre való tekintettel Tiszafüredről ezt még mi megvettük a régi áron, mintegy 4-500 forintot takarítunk meg kilogrammonként, és ez azt is jelenti, hogy 5 mázsákat szoktunk általában telepíteni, 5-10, a verseny, ami szeptemberben van, akkor meg 15 mázsányit, és most ugye akkor nem nehéz belátni, hogyha 20 mázsát lehoztunk, akkor ez több hónapra elegendő. Éppen ezért nem is lesz mondjuk takarónk se, ugye, mert véges, hanem majd nyáron valamikor, amikor megint összejön a pénzünk, és megnőnek a új
halak is, és talán megint egy kicsi árcsökkenés is előfordul, tehát a nyár közepe vége felé, akkor majd újra telepíteni fogunk. Összességében 50-60 mázsányit szeretnénk, úgy, mint tavaly is, meg már úgy évek óta általában. Hát most meglátjuk, mert hát elég sokan drágálják egy kicsit az áremelést, amit Amohosz maga hajtott végre, aki hát 60-70%-os emelést is elkövetett, vagy hát mondom végrehajtott, és hát ugye az idősebb korosztályból lehet, hogy majd nem tudnak eljönni annyian, és nem tudják megfizetni, mert ugye mi is kénytelenek voltunk összességében 30%-os emelést végrehajtani a tavalyihoz képest. Újra választották a januári tisztújító közgyűlésen az Egyesület korábbi elnökét, Horváth Istvánt. A tagoknak nehéz kérdésekben is dönteniük kellett a legutóbbi szavazás alkalmával. Kétféle variációt készítettünk az ár emelésre, egy 20 és egy 30%-osat. És a tagság zöme a 30%-osat fogadta el, tehát elő is készítettük a közgyűlésen, ami január 28-án volt, és hát elmondtuk, hogy mi várható, és akkor már úgy nagyjából ez is körvonalazódott, amit most történt ez a telepítés, és hát azt is úgy elmondtam, és próbáltam alátámasztani, hogy ez várható, és ezt el kell, hogy fogadjuk, ha élni akarunk tovább. Nálunk horgászni akkor nem lehet, amikor a víz befagyott. Tehát nincs olyan időpont, amikor nem lehetne, ha csak nem, úgy, ha a jég megengedi. És úgy van még, és ez az érdekes, hogy mivel itt úgy szaporodás nem történik, növényzet nem nagyon van, mint látni, éppen ezért a halászati felügyelettel sikerült elintézni, hogy még az a bizonyos tilalom sincs, tehát május 1-től egyébként a ponty horgászatára máshol tilalom van, nálunk akkor sincs, tehát mondhatnám egész évben, amikor a víz megengedi, akkor mindig lehet nálunk horgászni. Érvényes állami jeggyel kell rendelkeznie annak, aki napi jegyet szeretne váltani az Omsk-tóhoz, fejtette ki az elnök. A feltétel az a tagokon kívül, hogy mivel, tehát úgynevezett napi jeggyel, ugye ahhoz az szükséges, hogy neki érvényes állami jegye legyen, és akkor arra válthat nálunk napi jegyet, ami 3500 forint most a felnőtt tagnak, és akkor úgy azért elvihet 2 darab nemes halat, ami 5 kilóig a 2 súly, tehát a maximum, ha 2, akkor 5 kiló lehet akkor is, ha 1-5 kilós, akkor egyet vihet el belőle, és 3 kiló aprót. És egyébként szeretettel jönnek hozzánk nagyon. Egész évben az időjárási viszonyoktól függően lehet horgászni a budakalászi tóban, ahová a következő haltelepítést nyárra tervezik a szakemberek. Végül a várható időjárásról. Szerdán északon és északkeleten számíthatunk a legtöbb napsütésre, délnyugat felé haladva egyre több és vastagabb felhő lehet az égen. Jelentéktelen csapadék néhol délnyugaton fordulhat elő, az északi északkeleti szelet több felé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -3, +4, kora délután pedig 4-12 fokra van kilátás. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer, röviden. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak találkozót a faluházban szombaton. 17 embert mentett ki a romok közül a Hunor mentő szervezet csapata Törökországban február elején. A gazdasági válság miatt idén rendhagyó módon még a tavasz beköszönte és árak további emelkedése előtt szervezte meg a haltelepítést az Óbudakalász Horgász Egyesület.
Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb szerda este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik félidő című magazinműsorunk, melyben a Szájáb Budakalász HSA NECA kézilabda mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv/Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesüljenek újabb videóinkról, híreinkről. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!